És most egy 20 milliárdos meccs, MÁV sportingatlanok kerülhetnek az önkormányzatokhoz. Babák Miály Fideszes képviselő módosító javaslatára jogilag rendezetlen helyzetű a MÁV ZRT könyveiben lévő ingatlanok kerülhetnek át az államhoz a vasúttársaság szervezeti átalakításával, amelyek egy részét helyi önkormányzati feladatok ellátásához lehetne használni átadású költség jelent az állam számára. Minden további érv, szarvas mérnök polgármesterétől már is jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves tévénézőket, úgyhogy nem én magam készítettem a törvény módosítást. A 2012 évi költségvetés módosításáról van szó, ugyanis ott 5 milliárd van arra rezerválva, hogy a kormány dönthet, bizonyos vagyontárgyak, ingatlanok, önkormányzatok része való átadásában. Kevés lett az összeg, ugyanis rendezi a kormány a vagyontárgyét, és ugyanakkor a sport viszont igényli a máv és más egyéb ingatlanokat is. Pontosan a sportfejlesztése, mert van pénz, arra, hogy sport ingrata, sport Társasági adókedvezmények rendszerében, asszok, ér, és így. ehhez kellene akkor a létesítmény oldalról. Hogy ne? Ez volt a megfontolása. Így, pontosan. No. Szükséges e... a sportoláshoz és a sporthoz ingatlan vagyon, a beruházásokhoz, és nincs az önkormány tulajdonában, viszont az államházhatási törvény szerint nem ruházhat be idegen vagyontájra, ezért meg kell kapnia. Érdekes dolog, ugye az állam is tulajdonos, meg az önkormányzat is, de az önkormányzatnak a saját vagyontárgyára szabad költeni. Így tehát megjelent az igény Bóka képviselőtársammal és Hofon Pála, akivel együtt ezt a 2012 évi keretet 5 milliárdról 15 milliárdra javasoljuk megemelni. Nem 20 15 milliárdra. De úgy gondolom, hogy most ebben az évben elég lesz, mert korábban nagyon szűk volt a költségvetés. 2010-ben 1 milliárdot szavazott meg, hogy a kormány dönthet, aztán 2011-ben már 10 milliárd volt a költségvetésben, 120 ingatlan kértek és ítélt oda a kormány, de 170 volt az önkormányzatok igénye a különböző ingatlanokra. 2012-ben pedig 50 önkormányzat igénye van bent eddig, és még van 100, amely döntésre vár, úgyhogy fontos őket kielégíteni és lehetőséget adni a sportberuházásokhoz és fejlesztésekhez. Na nézzük azt meg, hogy arról van-e valamilyen felmérés a statisztikája, hogy hány sportingatlan sportpálya van most, amit érintene ez, a, ez az átadás. Nincs ilyen statisztika, csak a kérelmeket láttuk, és képviselőtársaink úgy voltunk, hogy a kormány majd eldönt, hogy melyeket preferálja, a NAV előkészíti ezeket a döntéseket is. Azért ezt hozzá kell tenni, hogy nem kótya veheti el senki sem ezt a vagyontárgyat, ingatlan, tehát az épület vagy földterület, hanem 15 évre az adott célra kell felhasználni, és 15 évig nem idegenítheti el. De most hadd mondjuk egy példát arra vonatkozóak, hogy miért álltam magam is-e törvényjavaslat mellé, és miért módosítjuk a 2012 i költségvetést. Szóval az a vélekedésünk otthon a képviselő testvettel, hogy szeretnénk mosolygósabb arcú, jó és a megfelelő életminőségben minőségben élő embereket látni magunk körül, legalábbis a jövőt illetően most. Ehhez mindenféleképpen az egészség a fontos, mert ha valaki ugye beteg és rengeteget kell gyógyszerre, akkor, akkor nem igazán jó az életminősége. Hol lehet elkezdeni azt, hogy egy, 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 egy jobb hangulatú, egészséges város jöjjön létre, ezt a fiataloknál elkezdenünk, elkezdenünk és ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fiataink sportolnak, a gyerekek sportolnak, is. majd belőlük lesz egészséges, helyi társadalom, generáció, és ők akkor valószínűleg boldogabban fognak élni, és ha nem már depressziósak sem. Ha már ezen így gondolkodtak, és a helyi testületnél tartunk, és mondjuk maradjunk szarvasnál, akkor szarvason, nézzünk gyakorlati példát. Van ilyen, tehát lesz olyan, amit ennek keretében sportingatlant így átvesznek, és ezek szerint akkor a sportklubnak odadnak? Nem a sportklubnak magunk szeretnénk beruházni, és fejlesztésre van szükség, van egy nagy állami földteret, 50 hektár, ahol mi építeni szeretnénk. Jelenleg van nagyon szép sportpályánk és sportingatlanok vannak, tehát a városban megvan a megfelelő sportingatlan, de szeretnénk egy sportcentrumot építeni, és ugyanakkor még a kajak, és a vízisportokra is kellene költenünk, beruházunk, bár csak pénzt kell szereznünk. A másik pedig a start programhoz is szükségünk van fölterletre, állami fölterletre, és szükségünk van az ipari park fejlesztésre is, pontosan a mávnál lévő, 15 éve megszerezni nem tudom, ezt a területet, mert annyira bonyolult a MÁV, és semmit nem akar kiadni a kezéből. A MÁV Most... egyébként akkor nem képtelen ezeket működtetni, meg karban tartani Persze, a terüle... Jó, El... gazdára kell bízni ezeket uh -huh. a területeket, ahol nincsen szükség az államnak állami feladathoz, legyen az MÁV vagy egyéb, vagy agrár kérdésben, akkor ezt tudok adni az önkormányzatnak, és legyen felelős gazdá és fordítsa az adott település, tehát működjön a vagyontárgy, mert vannak ingatlanok, épületek is, amelyek nem működnek, ilyenek nem sportingatlanok, de jó lenne valamilyen sport vonatkozásában, ezért beadhatják az önkormányzatok és a kormány a Tehát lesznek készüsen. olyan területek, amelyek lehet, hogy most nem sport célra használnak, Persze. semmire se használnak adott esetben parlagon hever, vagy Így és sport célra fogják a jövőben az önkormányzatok hasznosítani. visszatérjek a kisvárosomra, hadd mondjam el, hogy vízisportok nagyon divatosak, nálunk is szeretik a fiatalok, úgymond ott a folyó. Divat van belőle, de ugyanakkor télen is szeretnénk, hogyha a vízzel barátkozzanak, és minden gyerek megtanulna úszni. Úgyhogy a például minden iskola a mindennapos testnevelés kapcsán ingyen mehet, és biztosítjuk számukra az úszásoktatást, de képzelj, hogy vízilabda csapatunk is lett hirtelen, mert úszó csapatunk, kajakkenú csapatunk volt, és ezek nagyon szép sikert értek el, de most már vízilabda sportunk is van, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, kis leálltunk is van az úszodánkban, ami egészen kicsi kisvárosi, szóval nem giganton beruházásokról van szó, hanem, hanem olyan, ami nekünk kell, és tényleg biztosítja az egészséges gyerekek fejlődését, vagy fejlődés, gyerekek egészséges fejlődését. Képviselő egy pillanatra még térjünk vissza arra, amire már tett említés, hogy lesz ezeknél a területeknél garancia arra, hogy ne úgy el. Igen, hogy ne himi humizzák el, ne kerüljön ebbe 31-re, hiszen azért a tapasztalatok szerint korábban gyakran láttuk azt, hogy, hogy egyszer csak egy bevásárlóközpont kerül, a, vagy egy benzinkút kerül az egykori sportpárja a helyére, erre most Nézze, mindenképpen garanciák lesznek, hogy ilyesmi nem fordul. Az önkor szabadforgalmú területek is vannak. Többek között szarvason is épült bevásároló centrum, nem tudtuk megakadályozni, mert nem éppen a kedvünk szerinti, de ugyanakkor magántulajdonban lévő terület volt, és megépíthették ezeket a kereskedelmi centrumokat. Ott, ahol nem szerettük volna, de ott is előfordult épületek, ahol szerettük volna a hogy megépítsék. Úgy gondolom, hogy hogy minden önkormányzat egészséges és jól gondolkodik, többségében. Így legyen, így legyen. De ott a helyi közvélemény, úgyhogy én szerintem kellőképpen odafigyelnek a helyi bílék. most már egyre jobban is azért. Én úgy gondolom, hogy kezd az önkormányzat kibontakozni, és a helyi demokrácia azért nagyon fontos többek között. Mi minden héten másfél-két órát beszélgetünk az állampolgárokkal élőadásban, ahogy most beszélgetünk. Tehát ők be tudnak szólni, és vannak értékek, amit képviselnek a sportklubjaink számtalan, sportklubjának, is városunknak is, és mi úgy gondoljuk, hogy e, elsősorban arra, amire kértük, tartjuk a szavunkat. Egyébként a jog is erre 15 évre aláírtuk a szerződést, és e, tartani kell a, a megírt feltételek teljesítését. Azt mondjam el azt, hogy nagyon ki volt szállítva a sport, és az önkormányzatok is az elmúlt 20 évben. Ez további nem mehet. Tudni, e, tényleg nem lesznek magas, sportolási lehetőségek, és nincs minden szülőnek pénze arra, hogy komoly uszodajét vásárolni a gyereknek, vagy éppen teniszpálya béletet vásárolhasson. És ez most felerősödött, hogy a szemléletünkben benne van az, hogy mindent meg kell adnunk a gyerekeknek, persze a közép és az idősebb korosztálynak is, de a gyerekek nagyon fontos megadni. Úgy gondolom, hogy helyes dolog, és véget kell vetni annak, hogy, hogy a sportra, amely úgy gondolom tartást ad, megtanítja az embert veszíteni, nyerni, győzni és harcolni. Ezek nagyon fontos tulajdonságok egyébként is a magyarok vonatkozásában, hogy ezt mind-mind meg kell tanulnunk, hisz akkor a pszichénk is egészségesebb lesz, ha sportolunk. Azt mondja meg végül képviselő úr, hogy mit szól mindehhez a MÁV? Örülnek, hogy élnek? Nem kérdezzük meg tőlük. Hát ha nem kell, és állami tulajdon van náluk, és nincs rá szükség, akkor ő neki nem túl sok köze van. Tetszett volna eddig normálisan üzemeltetni, és nem csak veszteséget gyártani és csinálni az ország költségvetésnek. Nézze, annak is véget kell vetni, hogy valaki szórja, mint bolond pék a lisztet, az állami vagyont és az állami pénzeszközöket. Úgy gondolom, hogy ennek véget kell vetni, a má pedig nagyon sűrűn csinálta mindezt. Vasutas klubok maradnak? Mi nem kívánunk senkitől semmit elvenni. Amit nem használnak, nem, csak nem, nem működik, arra nyújtottuk be az igényünket, mi nem akarunk se a szakszervetet, sem a MÁV sportot, sem a MÁV kultúrát annulálni, hozzánk csak arról van szó, és ilyen van több kezelőnél is, többek között kutatóintézeteknél földterület és volt állami gazdaságunknál, amelyre egy településnek szüksége van. Úgyhogy hajrá települések és hajrá magyar sport. Ez legyen a végszó. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm hozzám. szépen én is.